Karcagon sokan személyesen is ismerték Bod László festőművészt. Az első emlékkép, hogy sok van, de a legelső az az, amikor gyerekkorunkban a műtermében mi ott randalíroztunk. És egyébként nagyon szerette, mert nagyon szeretett minket, meg hát a gyerekeket is általában, és a kezünkbe adott ezt-azt rajzolni, papírt, és ez a legelső. És aztán ez végigkísérte felnőtt körünkig, tulajdonképpen egészen haláláig az életét, meg az életünket. Laci bácsi apukája Boda Lajos tanító bácsi volt, akire ma is sokan emlékeznek még. Ugye nagyapám is volt pedagógus igazából. Fura módon egy évet én is voltam pontosan képzőművészeti iskolában középiskolai tanár, de ez már régen volt, tehát most már az nem, élőfonal ebben nincsen. A neves gyűjtemény ezután állandó helyre ide kerül Karcagra a család és az önkormányzat közös megállapodása értelmében. Itt jó helyen van, már annál is inkább, mert vannak ugye olyan logisztikai problémák egy ilyen nagy hagyatéknál, amit meg kell tudni oldani. Na most itt egy helyen lesz, és ez egy egész életmű. Hogyha úgy veszem, te szakmai szempontból nagyapám egy nagyon jó festő volt, ezt nem azért mondom, mert a nagyapám volt, hanem azért, mert tényleg az volt, egy jó kvalitás volt. Tehát szerintem a Karcagvárosa nagyon sokat gazdagodik és profitál ebből. Nem úgy, hogy ebből holnap aranyat lehet csinálni, de úgy, hogy van egy olyan hagyaték, ami szerintem, hogyha az idők is megmaradnak valamilyen szinten, és nem megy tönkre az anyag, mert azért ezek ugye szépen lassan azért elmállanak, mint minden, akkor azért ez hosszú ideig egy referenciapont tud lenni a városban sok mindenkinek, aki érdekel a ilyen típusú kultúra, vagy a festészet. Legyen tényleg mindenkinek az örömére. Tehát, és nyilván itt az is szempont, hogy egy úgy tudom, 20 ezeres lakosú városnak lesz egy, ahogy ezt az elején is mondtuk, egy olyan anyaga, ami én úgy gondolom, hogy Európa szinten is abszolút megállja a helyét. A képeken visszaköszönnek azok az épületek, amelyek még megvannak. De a Tanyasi Gyermekvilág is, a Tanyasi Iskola, tehát sok kép egyben történelmi dokumentum is. Már ezek az idők úgy gondolom, hogy vagy jelenleg úgy tűnik, hogy kicsit más módon folytatódik a tanyai életvilág, és ami meg ebből még emlékként megmaradt, az szerintem itt jól dokumentált egy nyilván egy festőszemén keresztül. De már ezt ugye máshogy nem látni. Tehát én emlékszem, hogy gyerekként jártam utoljára Karcagon, pont nagyapámmal, de bizonyos értelemben a táj nem változott semmit sem. Az épületek bizonyos értelemben maradtak, nyilván van egy csomó más dolog azóta, de ez a tanyai világ, atmoszféra, ahogy most jöttünk Pepitában. Egyébként otthon is téma a nagypapa, a dédpapa, nagyon őrzik az emlékeiket. Nem különösebben téma ez úgy, hogy mindennapi téma legyen, nyilván egy olyan hagyatékban él benne. Akkor természetes az önöknek. Hát benne él, édesanyám főleg, és ilyen szempontból azt tudom mondani, hogy ez egy élő dolog. Tehát, sőt, hogyha olyan referencia pontot keres az ember az életében, ami például egy unokának, mert van unoka, tehát van egy lányom, érdekes lehet, azt meg tudjuk keresni. Most, hogyha így is marad épp elég, de egy ilyen összegyűjtött gyűjteményes tárlat pedig pont jó helye kerül, akkor majd itt is meg lehet nézni. Tehát az otthonból kikerül egy közösségi térbe a dolog, mondjuk így. Bod László festőművésszel nagyon sokat festettek együtt. Mi sokat festettünk együtt. Tehát itt vannak, itt már nincsenek, de vannak olyan képek nagyapám, mondjuk úgy portfóliójában, amit ketten kezdtünk el. Tehát ő engedte, hogy én alá dolgozzam, és ő be is fejezte. Tehát ő fejezte be. Ez nyilván a tanulási fázis az én részemről nagyon sokat segített, és neki is jó volt, hogy ez egy tök jó dolog lehetett, hogy közösen alkot a nagypapa és az unoka. Bod László egy nagyon vidám habitusú ember volt, aki értette a viccet is, és nagyon szerette az embereket, gyerekeket, és nagyon szeretett nosztalgiázni is. Mondjuk úgy kicsit ilyen eufemisztikusan, hogy egy reneszánsz ember volt, ha ilyen még létezik, mert minden
műfajban megtalálható volt az ő hangneme. Tehát tudott beszélgetni a zenésszel, tudott beszélgetni a... És nagyon szerette, és ez a normális, az utca egyszerű emberét. Ugye? A tiszta szívet ott sokkal jobban megtalálni időnként, mint a szofisztikált elméknél. És ez nagyon fontos volt, mert ezért tudott kapcsolatokat teremteni tájképezés közben, egyszerű emberekkel. Tehát ez egy szuper dolog volt nagyapám karakterében, hogy mindenkivel szót értett. Amikor végleges helyre kerül majd a gyűjtemény, akkor még többen megnézhetik majd Bod László képeit. Többször szó volt arról, hogy magát a hagyatéknak az elhelyezését tervezik Arcagváros önkormányzata itt a városban. Hál' Istennek sikerült egy olyan pályázatot benyújtanunk, hiszen az alap elképzelés az volt, hogy egy kulturális negyedet próbálunk itt a Dérinél kulturális központ mellett kialakítani, hiszen itt a látogatóközpont is átalakítás alatt van, nem sokáig kiállítás fog megnyílni reményeink szerint, egy állandó kiállítás. És itt szemben is van velünk egy gyönyörű épület, maga az Uri Kaszinó, ahol egy méltó elhelyezése lehetne Bod László hagyatékának. Sikerült ezt a pályázatot benyújtanunk, úgy néz ki, hogy meg is nyertük, tehát reményeink szerint nem sokáig hozzákezdünk az épület felújításához, és azt gondolom, hogy megpróbáljuk méltóvá tenni ehhez a hagyatékhoz. Én nagyon köszönöm a mai kiállítást, és nagyon köszönöm azt, hogy nagyjából egy évvel ezelőtt kezdtünk hozzá a megbeszélésekhez, hogy létre tudjuk hozni ezt a kiállítást, és természetesen az utó életéről is tudjunk beszélni, és nagyon köszönöm azt a kedves fogadtatást, amellyel részesítettek bennünket. Sajnos, hogy a Covid megakadályozta, hogy egy kicsit hamarabb tudjunk itt lenni, közösen lenni, megnyitni ezt a kiállítást, de bízom abban, hogy a város lakossága is örömmel fogadja, el fognak jönni megnézni, és bízom abban is, hogy a felújítás után valóban a festőhöz méltó helyére kerül majd a hagyaték, és ígérem azt, hogy sokáig fogjuk őrizni az emlékét. Köszönjük szépen!